Földvári László, 33 éves közgazdász, családjával születése óta Török Bálinton él, immáron kislányával és feleségével. Felsőfokú tanulmányait angol nyelven végezte, majd több évig multinacionális cégeknél, később az ENSZ-nél dolgozott Budapesten, pénzügyi területen. A város közéletében 2009 óta vesz részt aktívan. 2012-ben célul tűzte ki, hogy a következő választásra egy megújult, felfrissült csapatot épít fel, valamint változást hoz a helyi közéletbe. 2014-ben bizalmat kapott mind a választóktól, mind a testülettől, így az elmúlt 5 évben nem csak képviselőként, hanem alpolgármesterként is tehetett, szeretett városáért. Az én körzetem az az Ófalu körzet, mondhatni, tulajdonképpen a teljes Ófalut foglalja magába, és egy kicsit kibővült a Szent István utcának egy rövid szakaszával. Tulajdonképpen a Szent István utcától egészen a Felsővárig a Dióskertig tart, Józsefhegyet magába foglaló rész. Én azt gondolom, hogy a Törökbánnak az egyik legrégibb és legszebb része, úgyhogy erre kifejezetten büszke vagyok, hogy itt lehettem képviselőt évig. Milyen intézmények találhatok ezen a területen? Azt mondhatjuk, hogy Törökbálint kulturális központja ezen a területen található, a Művöldési Ház. Itt épült föl az új városháza is, nem messze mellette. És itt van a kórház, a méltán híres tüdőszanatórium is, ami szintén, hála Istennek, nagy felújításokon esett át az elmúlt években. Képpen ez a három nagy intézmény, ami ide sorolható és ezen a területen található. 5 évvel ezelőtt szintén itt készítettünk egy interjút. Mik valósultak meg az ön által ígért 5 éves programokból? Igen, ez egy emblematikus hely. 5 éven nem messze ettől a helytől, a Dióskert, az nem messze van a Vártértől. 5 évvel ezelőtt itt ültünk le, és itt beszélgettünk. Akkor még friss képviselőjelölt voltam, és hála Istennek és a választóknak bizalmat kaptam, hogy képviselő lehessek. És utána pedig a képviselőtestülettől is bizalmat kaptam, egy még nagyobb felhatalmazást, hogy alpolgármesterként segíthettem a városomat és polgármester urat, úgyhogy ezt még egyszer külön köszönöm itt 5 év után. Ez egy nagyon nagy dolog volt szerintem, és igyekeztem vele élni. Nagyon sok tervünk volt, és én elégedett vagyok, ha az 5 évet magam elé képzelem. Talán a legfontosabbak, és ugye itt mindenki elkezd sok mindent felsorolni, az egyik legnagyobb dolog a város életében, hogy végre a drága bérleményből bekerültünk az új városházába, fölépítettünk egy városházát, és ide sikerült hozni egy kormányablakot, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt. Emellett szerencsére több száz méteres szakaszon, sőt talán a kilométert is eléri, a Munkácsy Mihály utca járdái felújításra kerültek, ezek szinte járhatatlan járdák voltak, hála Istennek most már sokszor látom, hogy teljesen normálisan bárki tudja használni, legyen az kerekesszék vagy babakocsi, úgyhogy ezek jó járdák lettek. A Felsővár utcában is járdaépítés történt az egyik oldalon. Vízelvezetési munkák kerültek megépítésre. Ugye ez egy ígéretünk volt, hogy az erdőből folyó csapadékvíz, ez a saras hordalékos víz, ez megállításra kerüljön és bevezetésre ide az árokba. Úgyhogy ez is egy nagyon jó dolog. Támfal épült a Józsefhegyen, ami előremutató dolog, hiszen ezután kezdődhet a Józsefhegy utcának a felújítása és a közműveinek a kiváltása. Dózsa-György utcában éppen most a napokban fejeződött be, több mint 1 kilométer járdát építettünk, most kezdik az aszfalt felújítást, és emellett pedig felújításra kerültek a játszótereink, vízvezetékeket cseréltünk ki, úgyhogy én azt mondom, hogy elég sok minden történt. Emellett, ahogy elmondtam az előbb is, a kórház is több energetikai felújításon esett át, aminek valamilyen szinten úgy gondolom, hogy a részese voltam, és erre nagyon büszke vagyok, hogy tudtam segíteni nekik. Ha a Török Bálint egész területét nézzük, mik voltak azok, ahol ön érdemben tudott hozzászólni, javaslatot tenni, együttműködni? 2017-ben kaptam meg a felkérést polgármester úrtól, hogy segítsek be a beruházásoknál. Nem hivatalosan, de beruházásokért feleltem, és én úgy gondolom, hogy főleg az energetika volt az a terület, az a mondhatni speciális terület, amiben tudtam eredményt hozni a városnak. Kézzelfogható, látványos és anyagiakban is kifejezhető külső források kerültek Törökbálintra, több óvoda újulhatott meg ezekből a
pályázati pénzekből. Norvég alapot nyertünk, befektetőbarát település lettünk. A norvég alapos pályázat keretein belül megújultak különböző épületek, ebben most az egyikben a segítőkész szolgálat foglal helyet. Ennek az ellenőrzésével és a megvalósításával foglalkoztam. A másik épület szárnyában pedig az új orvosi rendelő került egy kisebb átalakítás után. Ezekben aktívan részt vettem, és egyébként minden más beruházásban, hiszen kialakítottunk egy olyan rendszert, ez egy applikáció, telefonon elérhető applikáció, és itt napi szinten nyomon tudom követni, hogy milyen fejlesztések, beruházások történnek, és éppen hogy áll a státusza, milyen folyamatok zajlanak, és én próbálok rásegíteni és besegíteni a hivatal munkatársának, hogy minél gyorsabban haladjunk, menjünk előre, fejlődjön a város. Ez volt tulajdonképpen az elmúlt 5 évben a feladatom, és hát az itt élőknek a képviselete, próbáltam és próbálok mind a mai napig mindent megtenni, hogy ne csak tudják az emberek, hogy van egy képviselő, hanem találkozzanak is velem, amennyire csak lehetett a családom mellett, és tulajdonképpen az alpolgármesteri feladatok mellett próbáltam minden utcában jelen lenni, és próbáltam az embereknek segíteni, amiben csak kérték a segítségemet. Néhány projekt átcsúszik a következő ciklusra. Melyek ezek, és mik azok, amiben tudna segíteni? Igen, ezek nagyon jó dolgok. Szerencsére nyertünk pályázati forrást, piacépítést, ez a városháza mögött fog megvalósulni. Ez egy nagy parkolót is magában foglal, ez a piac. Ez megoldás lett egyébként a Dózsa György utcaiaknak is, a később zárójelbe zárva. Nyertünk egy bölcsöde pályázatot, 400 millió forintot, amihez az önkormányzat, hála Istennek a jó gazdálkodásnak, 300 millió forintot mellé fog tudni tenni. Ezek lesznek a fő beruházások, Gézafeldem út melletti park is előkészített, ott éppen közbeszerzés zajlik. Ezek nagyobb dolgok, nagyobb volumenű dolgok, amik az egész várost érintik, és ezek tulajdonképpen előkészített dolgok és megnyert pályázatok, úgyhogy ezek biztos következni fognak. És a Dózsa György utcának az iskolai utcai szakasza is, kiviteli tervekkel rendelkezünk, hála Istennek. Megkaptunk minden engedélyt a szakhatóságoktól, úgyhogy én abban bízom, hogy ha Isten is úgy akarja, akkor a következő 1-2 évben a Dózsa György utca teljesen meg fog újulni. Alpolgármester úr, miért szavazzanak önre a körzetben élő polgárok? Mindig elérhető voltam, én úgy gondolom, hogy megfelelően és jól tudtam képviselni a körzetemben lakókat és a várost is, a várost érintő ügyekben. Ajánlani tudom a polgármesteret, Elek Sándor polgármestert, aki lendületbe hozta Török Bálintot a csapatával. Amit nagyon meg szeretnék csinálni a körzetemben, az a Dózsa György utca iskolai szakasza és a Józsefhegy utca közművestől, vízelvezetéstől. Ez a 2 fő projekt, amiben mindenképpen szeretnék aktívan részt venni, és lobbizni fogok azért, hogy ez a következő ciklusban megépüljön.